63 mérkőzésből, hogy ugye a fő számok azok, hogy 50-11 arányú Michael van Gerwen vezetést lehet elkönyvelni eddig, és az a 11 verseny, ahol Dave Chisnall tudott nyerni, az 2021-ben egy Players Championship forduló, a 2021-es világbajnokság negyed döntője az a legfontosabb, ugye, ott 5-0 arányú győzelmet tudott Csizik behúzni, ugye, és ez szettekre ment. Valamint egy Premier League forduló, ugye rengeteg Premier League fordulót játszottak egymás ellen. Volt annak idején ez a Championship League darts, ott is háromszor tudott győzni Dave Chisnall. 2013-as World Grand Prix negyed döntőjében is Dave Chisnall 3-2 arányú győzelmet tudott összehozni. És tehát összesen 11 ilyen van, ahol Dave Chisnall tudott nyerni. Elődöntőt is játszottak már egymás ellen, 12-t, hát itt 10-2 arányban Michael van Gerwen vezet. És ami még érdekes, hogy a European Tourokon hányszor találkoztak egymással, 11-szer, és mind a 11 mérkőzés Michael van Gerwen nyerte meg, kivétel nélkül. És még egy, ezt imádom mondani, ezeket a számokat ilyenkor, mert ugye 63 mérkőzésnél már érdemes ilyenről beszélni, az összátlag a mérkőzéseknél. Dave Chisnallnak 97-39, Michael van Gerwennek 102,15 az összátlag 63 mérkőzésen. Az azért nagyon-nagyon brutális. 2019-ben volt két European Tour forduló, ahol szintén az elődöntőben találkoztak, az egyiket 7-6-ra, a másikat 7-1-re nyerte meg van Gerwen, úgyhogy van miért visszavágni a Dave Chisnallnak. Egyelőre egyébként egy picit jobban is kezd, bár az egyes az nem segített sokat. Van Gerwen sem tud ugye kiszállóra megérkezni 382-ről, akármit is csinál. 134-jel azért legalább utoléri Chisnallt. Kipattant a 30, 120 lett a 180. Szép finoman haladnak lefelé. Csizi már kiszállón. Bull, maradni kell Bullon. Már végül is nincs kiszállón az ellenfél, úgyhogy nem muszáj. 85 a dobást, 40 maradt. ...139-53-ra Michael van Gerwen. Dupla 20, akkor dupla 10 az első legért. Megvan, 1-0-ra vezet Dave Chisnall. 17 nyilas leg volt az első leg a mérkőzésen. Valószínűleg lesz ezért ennél jobb is. Igen, ugye ez a mérkőzés már 7 nyert legig tart. Így van, azt már nem tettük hozzá, igen, az European Tourokon ez a lebonyolítás, ugye a két elődöntő 7 nyert leges, a döntő 8. Meg hát ugye egyébként a Players Championship fordulókon is ez van. Hát élénken élhet még Michael van Gerwenben, ami múlt héten történt ugye vele az elődöntőben, azért most nyilván a hazai pálya okán csak máshogy áll hozzá ez a meccshez, de hát ugye Joshok ellen 7-0-ra kapott ki. Azon a mérkőzésen egyébként 87-es átlagot prezentált. Hát Michael jelen pillanatban 85 környékén van az átlaga, úgyhogy... Ugye azt követte a legutóbbi Premier League forduló, ahol Peter Wright-tól kapott ki már a negyed döntőben. Nem jön a tripla 19, vissza mint tripla 20-ra, 139-28-ra kerekíti a Chisnall. De hát
első pályán Van Gerwen 5. körben jön le egyáltalán kiszállóig. 83. Dupla 7. Nagyon az hite benne van. Megvan a dupla 7. 2-0. Hát egymás után érheti akkor két csalódás is a hollandokat, hogyha még ezt a meccset Van Gerwen elveszíti. De hát azért 2-0 után nem kell temetni őt. Persze. De egyébként egyelőre azért a játékuk minőségében van különbség bőven, és az Csizi javára. Százassal kezd most Van Gerwen. Alul jön a tripla Csizinek, 2 is, 134-jel, 275 tud lejönni. 140, pedig már készítettem a hangszalagot az első 180-ra. Még várni kell egy kicsit. Mind a két játékosnak 100 pont már kiszállót jelent. 83 Csizinek. Nem jött jókor az a szektorhiba. Na, lássuk, Van Gerwen meg tud-e érkezni kiszállóra, ott jön a tripla, igen. És nála nincs szektorhiba. Nincs bizony, ő már ki 170-es kiszállón van. De Csizi most jobban le tud menni. 2 tripla benne van. 67 pontnál, mondjuk egy tripla 17. Úgy van, maradt a 16, nagyon szép. 171 Csisználtal, és nem lesz 170-es kiszálló. Ez 3-0-nak néz ki, hogyha Csizi nem bóckodja el. Ez jó kívül van. Ez már jó helyen van, csak rá kell helyezni. Nincs benne. Megoldhatja a 74-et Michael Van Gerwen. Ez ugye visszabrék lenne, ráadásul nagyon nagy hátrányból. Dupla 20. Nincs meg. Ad-e neki még egy lehetőséget, Csisznál? Nem. 3-0. Hát nem tudom, hogy még a Noppert kiesés, vagy ez a Van Gerwen hátrány van ilyen hatással a közönségre. Lehet, hogy egy kicsit mind a kettő. Meg hát ez, amit itt láthatunk. Igen. Majdnem 10-essel jobb a kör átlaga Csisznának, és ezt még, most még csak javítani fogja. 180! Az első a mérkőzésen. Ajaj. 39. Negyedik is benne van. Ötödik is benne van. 140. Azt azért megnézném, hogyha Van Gerwen ellen dobnának Hollandiában egy 9 nyilast az elődöntőben. Igen. Akkor mit csinál a közönség? Lehet, hogy a leghalkabb 9 nyilas lenne valaha. Igen, valószínű. Megint óriási különbség. Csizi megérkezik 85-re 9 nyír után, Van Gerwen most érkezhet meg egyáltalán kiszállóra. De nincsen tripla, 58 csak a dobás, 170 kiszállónak kiszálló, de 85-öt meg lehet oldani simán 3 nyílból. 70, kiszállón van az ellenfél, jó gondold át, én azért rámennék a bullos útra. Csizi is ráment a bullos útra. És dobott egy 11-est a bull helyett, úgyhogy 39 maradt. Van Gerwen, egy tripla 20 benne van. Második is benne van, és a bull! Ott van benne a 170! A második 170-es kiszállója a hétvége folyamán Michael Van Gerwennek. Hogyha ez nem indítja meg a játékát felfelé, akkor semmi. Ezt ilyen hátrányból meg tudta oldani. 180! De Csizi megint 180-nal kezdi el a leget. A 200. 180-at láthattuk most. 140 a válasz rá.
Legalább 7-0 nem lesz már, mint múlt héten. Igen. 140-nel folytatja a Csiznál. Ugye azt jelenti, hogy Fangervennek kéne a 180, hogyha utol akarja érni, ezt nem fogja megtenni, sőt... Egy 93-mal 268-ig jön le. 181-re, ott egy tripla. Még egy, 25. Nem, 21, és marad a 40. 40 pont. Csizi brutálisan játszik, hát ezzel nagyon nem lehet mit kezdeni. 171. Na az ilyenekkel lehetne. 9 nyíl után 40-en Csisznál, 90-en Fangerven, 10 nyílas leg. Hát ennél csak egy jobb létezik. Az még várat magára. Nagyon nagy játék Dave Csisználtal. 136-tal kezd Michael Fangerven a saját legében. Úgyhogy azért már javul Fangerven is, kezd felpörögni egy kicsit jobban. Kipattan a tripla 20-as helyén. A hazai tábla Fangervennel van. Hát azért most már a holland átlaga is 95-ös. 107 Csizé. Csizé 107-es. ...234-290 marad. Így, hogy kiesett az a nyíl a tripla 20-ból, így is alig van lemaradva Fangerventől. 133-mal 132-re érkezik Fangerven. Két tripla kell Csisználtól. Egy ott van. Második fölötte van. Egy tripla jött csak. 6 nyíl a 132-re. Tripla 19, tripla 16, meg. 64 maradt. De 72, bocsánat. Az jó. Az is jó. Hop-hop. És megint kipattan. Most a tripla 18-ból esett ki. Megvan a tripla 16, a dupla 12 helyett egy 9-es. 9-es lett. És az meg így besokal. Dupla 20-ra az 5-1-ért. Alatta. Hatásos volt a fütty, na akkor meg kell próbálni még egyszer azt a tripla 16-ot. Ezúttal 7-es lett belőle. Nagyon jó, dupla 10, ott van! Az viszont így megvan. 4-2. Megbonyolította magának, de csak behúzta. Azért azt is tegyük hozzá, hogy első pályáról ez is 18 nyílból volt meg. ...134 az első áramnyíl összege. Igyekszik a közönségbe állni Fangerven mögé és támogatni, mert látják, hogy küszködik. Nagyon tetszik a közönségnek, hogyha nem jön tripla, már pedig nem jön. De hát aztán Fangerven is dob egy... És ugyanaz dobja idáig. Dobja. De egy tripla 20-at tett inkább a végére. 80 pont a dobás. Így vannak fej-fej mellett. No, 96. Oh, 139. Ő sincsen kiszállom, viszont van egy 50-es előnye. Igen, három szimplával Csizi már kiszállón tud lenni. Búra a második, nem maradt fönt 20-ason. Most a búra. Most a búra. Úgy van, maradt a 167. Na de Fangerven sokkal jobban le tud kerekíteni. Pláne, hogyha dob triplát. 64 a dobás csak, úgyhogy 118 maradt.
Van-e könnyebb, mint a 167? Megvan a tripla 20. Tripla 19. Tripla 7 lett helyette. 86-nál tripla 18-at kell dobni. Az jön, maradt a 32. Meg kell oldani a 118-at Van Gervennek. Ó, nem lesz belőle, 5-ös lett az első. Nagyon csúnya szektor hibákat dob ma. Sokszor Van Gerven. Nem csak éppen 5-ös szektor közepére. És tényleg nem az első volt már ma tőle. Még egy picit beljebb. És benne van, 5-2. Kicsit hergeri a közönséget, Csizi, ez mondjuk azért nem biztos, hogy olyan jó dolog. De igen, ugyanis akkor most konstans lesz a zaj. Az is, jó. És akkor hiába fütyülnek azok, akik füttyel akarnak zavarni, a többi zaj elnyomja egy kicsit, és jobban rá tud koncentrálni. Jó hangzik. Humphries foggatták erre, hogy mi volt a helyzet, hogy azt mondta, hogy ki tudta zárni azért nagyjából a közönségen. Saját magával foglalkozott, de azért büszke volt ott magára, amikor a dupla 8 igen. Jött a végén. Ezt így túlélte. Találtak más verziót, amivel egy kicsit tudják bosszantani Csizit, nem a konstans fütszóval, hanem inkább oléznak. Nincs kiszálló Van Gerven, de hát ugye Csisznál sem fog tudni kiszállóra érkezni. Jött a tripla, és megint kipattan a tripla 20. De azért csak ott van még egy harmadik. 120 így a dobás. Százra kerekít Van Gerven. Ötben öt csak, így nincs kiszállón Csisznál. Dupla-dupla? Nem, így rá, nincs kiszállón az ellenfél. Dupla 10. Kár volt kinézni az első nyíl után. Dupla 5. Akkor egy egyes kerekítés, hármas kerekítés és dupla 1. 110 Csisznának. Most sajnálhatja igazán azt az előbbi tripla 1-et. Most csak 7-es lett így. 103 nem kiszálló. Így már igen, maradt a 40. És most megint belül. Most egy dupla kettővel. Az és ez most van. Már bejön. 21 nyílból oldotta meg Michael Van Gerven. Hozza a kezdéseket, de azért, mert Csizi nem tud élni ezekkel a lehetőségekkel. És most már azért visszaesik rendesen az ő játéka is, mert most már nagyon sok a szektoriba nála is, meg a tripla nélküli kör. De azért most már bőven 100 alá beesett az ő átlaga is. Nem mert triplát dobni lassan Dave Chisnál, mert minden harmadik kiesik neki. Onnantól kezdve esett egy kicsit vissza a játék, amikor elkezdett egy kicsit a közönséggel foglalkozni. Igen. 174. Nagyon kellett. Nem lesz két tripla, nincs kiszálló így, Csizi. 96 csak a dobás, kicsit Van Gerven viszont van. Lehet. Kell egy tripla, ott van egy tripla.
97-tel 170-en van. Most nem lesz 170-es kiszálló. 74-re kerekít Michael van Gerwen. Viszont a 164, az sem tűnik egy kifejezetten könnyű feladatnak Dave Csisznának. Kettő darab tripla, 19 kell hozzá. Nincs. Nem lesz belőle. Ó! 39 csak! A közönség taktikája is bejött, hogy ezt az ollézást választották, mert ezzel tényleg sikerült megzavarni Csisznált. Más kérdés, hogy van Gerwen sem tud most kiszállni. Megint nem jön össze, 5 kör alatt sem, pedig azért itt voltak a lehetőségek. Tripla 20. Nem. Nincs meg. 60 pontig tud bejönni csak Csizi. Újabb nyilak a dupla 16-ra. Megint kívül. Most már benne van, 5-4. És visszabrékel, tehát hogyha hozza a kezdését van Gerwen, akkor ki is egyenlíthet. Hát nagy mélységekből sikerül visszajönni, de ez elsősorban tényleg annak köszönhető, nem elvéve természetesen van Gerwen erényeit. 180! Hogy azért Csizi esik vissza. De azért ez a 180 nyilván segít. 140 a válasz rá. Ilyen köre is régen volt már Csisznának. Ott a negyedik. Ötödik alatta van. 140. Ezt a leget most nagyon megtolja Michael van Gerwen. De Csizinek volt 107-es átlaga is, most 94 környékén vagyunk. Nagyon 106, jó. Nagyon szép. 47 maradt. Ez most van Gerwentől egy nagyon brutális játék, de megérkezett Csisznál is kiszállóra. Már ott van. 140-en. Dupla 16-ra, kettő nyíl. Másodra menne. 5-5. 0-3-ra kiegyenlít Michael van Gerwen. Abszolút Dave Csisznának állt a zászló. Rosszul játszott van Gerwen. Csizi parádézott. Majd jött az a fordulópont, amikor kiintett a közönségnek. A közönség taktikát váltott, elkezdett olézni, és teljesen szétesett Csizná játéka. Ez a legviszont már van Gerwenről szólt, abszolút. Ezért most bekezd tripla nélkül. Ugye azért még kellene egy break van Gerwennek, mert hogy Csizná kezdte. Igen. Hogy se jön tripla? De van Gerwennek 6 nyílból sem jön, egy sem. Csisznának legalább egy volt a 6-ból. De most hívta fel a figyelmet Zsolti, hogy a hétvégének a trendje az, hogy aki 10 nyilas dob, az kikap. Márpedig Csizi megdobta a 10 nyilast, ugye? Fej-fej mellett most ezúttal. 100 pont. Kellett volna még egy. Van Gerwennek is kettő kellene. Ó, tripla 3. Tripla 5. És itt 19. 43. Dobás. Végig ott volt Csizi mögött van Gerwen. Azért még nincs minden veszve. Ott egy tripla. Levált 19-re. 99-re, 90 pont marad. Na de ahhoz, hogy ne legyen minden veszve, most azért 140-et kellene legalább hoznia, vagy hát két triplával, hogyha nem a 20-on marad. 98. Kiszálló van van Gerwen, de azért ezzel nem tesz olyan nagy nyomást Csisznára. Még egy 20-as. Egyesre belőle. Rápróbált a 145-re van Gerwen. 69. Mondjuk egy tripla 15-öt.
Ezt azért nagyon-nagyon nehéz kizárni. Igen. Úgy bizony, maradt a dupla 12. Nem lesz kiszálló. Nem fog 145-ről kiszállni, sőt, a nagy kerekítés sincs belőle. Dupla 12 a 6-5-ért. És benne van, 6-5! Csizi menedzser arcát elnéz, hogy egyenként verné meg az összes oldalt, aki ott van. Igen, ő is azért nehéz perceket él mostán. Tripla nélkül kezdte el ezt a leget Van Gerwen. Hátsó pályán mit csinál Csisznál? Nagyon lejti az első nyilat, a második sincs a triplában, és a harmadik szektorhiba. Tehát még rosszabbul is kezd, mint Van Gerwen. Ezt egy fokkal jobban kezdi most a holland, mint az előzőt, mert az akkor 6 nyílban nem jött még tripla. Most legalább már egy igen. Csisznának viszont nem jön 6-ból sem. No, 94 a dobás. Az European Tour elődöntőben vagyunk, és Van Gerwen 90 alatti átlagon van, és most a Csizi is csak éppen 90 fölött. 97, éppen csak leérkezik 300 alá ezzel Csizi. Na végre! 180! Azért ennél kicsit több 180-at vártam ettől a mérkőzéstől. Benne is volt a pakliban még a legelején. Igen. Csak 39, nagyon érik Van Gerwen egyenlítése és a döntőleg. Dave Csisznál pedig az utolsó legre appellál. Dupla 20. Alatta van. De visszatér még a dupla 10-re mindjárt. Ott egy tripla. Meg még egy tripla. 140. Dupla 10. Benne megvan. Van. Döntőleg. Hát azért ritkán szokták kihasználni a döntőleget elődöntőkön. De most jöhet a 13. leg ezen a mérkőzésen. Benne volt a pakliban ez, csak nyilván jobb játékkal vártunk egy ilyen igen. meccset. 140-nel kezd Csizi. Az erős. Igen. Mi lesz rá a válasz a Van Gerwennek? Ajaj! Na legalább a végén kozmetikázott vele valamit. 95 így. Ott egy tripla megint. Meg még egy. Az utolsó legre összekapta magát. 180! Nem is akárhogy. Nem dob triplát Van Gerwen. Hatalmas előnyben van Csisznál. Ő ugye most nagyon simán le fog érkezni kiszállóra, Van Gerwen viszont nem fog tudni lejönni onnan kiszállóra. 140-nel 41-ig tud lejönni 9 nyíl után. És arra 41-re lesz 6 biztos nyila. Meccsnyilag tömkelege előtt áll egy Csisznál. Jöhet az első. Dupla 10. A második nincs meg, de bőven van még lehetősége. Na most kellene Van Gerwennek valami óriási kerekítő. Hát nem az ötös. Alul jön a tripla. 71-el, 143 itt tud lejönni. Dupla 10-e Dave Csisznál, újabb 3 mes nyíl. Na ezt kell most kizárnia valahogy. Humphries ugye a negyed döntőben nagyon szépen kizárta. Dupla 5.
Nincs meg, Csiznán viszont nem tudja így kizárni. 143, egy háromszoros világbajnoknak akár ezt is tudnia kellene, de nem fogja most tudni. De viszont nagyon szépen kerekít 12-re. Még két meccs nyíl. A dupla kettő. Ezért úgy megy ennek most neki, hogy ötöt már elhibázott. Dupla egyen! Hatot hibázott el, dupla egy! És nincs meg! Nincsen. Nincs meg! Van Gerwennek is van meccsnyira! Az első! Messze van! Az is messze van! És azt se benne. Tudja megoldani! Hú, mekkora dráma ez Csiznál 7, Van Gerwen 3 mesnyilat ront el. Hát ezt nem bírják idegekkel. Csizi menedzsere már nem tud ülni. Na most már Kurt Bevins azért kicsit rászól a közönségre. Így most már a 8. mesnyil előtt, amit Csizi dobhat. Kicsit akkor lazábban. És megvan! A 8. meccsnyilat megoldja Dave Csisznál.